láttuk ugye az utolsó két mérkőzésüket, hogy nagyon jól játszottak a két mérkőzésen. Itt a végén valamiért teljesen szétestünk, nem tudom, pedig olyan jól kezdtük a mérkőzést, támadásban is, védekezésben is jó volt. Második fél időben szétesett a védekezésünk, ebből nem tudtunk lerohanásokat indítani, támadásunk is belassult, úgyhogy itt a második fél időben tényleg nem tudom, mi történt. Sok idő nincs ezen rágódni, mert ugye a hétvégén megint jön egy szintén nagyon-nagyon fontos meccs, ráadásul a Bajnokok Ligájába. Hogy tudtok, hogy lehet ilyenkor kijönni egy ilyen meccsből? Hát nyilván most nem mondhatom azt, hogy visszanézzünk és tanulni kell a hibákból, mert tényleg már készülnünk kell a következő mérkőzésre, két edzésünk lesz, utána már mérkőzés van. Úgyhogy tényleg ezt most gyorsan el kell felejteni, tényleg minden energiánkat arra fordítani most, hogy szombaton ennél sokkal jobb teljesítményt tudjuk nyújtani.